Kedves kollégák! Szeretettel köszöntök mindenkit a fizika történet előadás legelső videójánál. Bevezetésként néhány nagyon általános dologról szeretnék említést tenni, ami egy kicsit a fél évnek az anyagáról is szól, meg kicsit a fizika történetről is szól általánossággal. Nézzük csak néhány alap gondolatot. Az egyik legfontosabb alapelv, amit nem győzök eleget hangsúlyozni a fél év során, az az, hogy a régi emberek ugyanolyan okosak voltak, mint mi. Vagy akár egyes kutatások szerint még okosabbak is, mert aktívabban kellett használniuk sok mindent, mint ma. Mi használjuk például mi a memóriánkat, már egyre kevésbé használjuk, köszönhetően a technika fejlődésének. Azért fontos ezt kimondani, mert sajnos sok történetíró is, de filmek különösen úgy mutatják be, mintha régi emberek azok butábbak lettek volna, és mondjuk gúnyolódunk azon, hogy jaj, a régi emberek laposnak hitték a Földet, mekkora hülyék voltak. Hát ez nem egészen így van, pontosabban tényleg egy időben laposnak gondolták a Földet, de ez nem butaságból fakadt, hanem megvolt a logikus oka, hogy miért gondolták egy ideig mondjuk laposnak a Földet az emberek. Az alapelvek között, tehát a bekeretezett az az, hogy a régi emberek ugyanolyan okosak voltak, mint mi, a régi természettudósok is a természetet akarták elismerni, és általában a történelem könyvek kicsit eltúlozzák azt, hogy ideológiák, vallások mekkora kihatással voltak ezekre a természettudományos dolgoknak a megismerésére. Általában látni fogjuk, hogyha valaki mondjuk a csillagokkal foglalkozott, annak nem kellett feltétlenül isteneket, vagy én nem tudom, milyen természeti erőket belegondolnia. Az ókorban is a csillagászok voltak, nyilván az adott kultúrkörben. A fél évnek az a célja, hogy megértsük, hogy mit gondoltak az emberek a fizika törvényeiről, és miért jutottak ezekre a következtetésekre. Tehát nagyon fontos lesz a miért is, nem csak a mit ebben a fél évben, és megnézzük majd, hogy hogyan, mit tudunk erről egy fél év keretén belül megismerni. Az alapgondolatok között nagyon fontos megemlíteni, hogy amit mi a régi korokról és tudósokról képzelünk, az nagyon sokszor a saját szemüvegünken keresztül mutatott kép, és sokszor belevetítjük a mostani prekoncepciókat a múltba, és nagyon vigyázni kell ennek megfelelően, amikor megítéljük a múltbeli embereknek a szándékait. Egy példa, tudós ábrázolások. Arisztotelész három különböző ábrázolása három különböző korból. És hogy nézett ki Arisztotelész? Hát persze nem fontos maga a konkrét kinézete, de látjuk itt azért, hogy az egyéb szimbolikus elemek, mint például itt a sapkája Arisztotelésznek, aminek amikor ábrázolták így Arisztotelész, akkor ennek a sapkának megvolt a maga jelentése, bár valószínűleg ez nem az Arisztotelész idején vett jelentés volt, vagy maga az ábrázolásmód itt egy tekintélyes, szinte már istenszerű márványszobor, itt pedig a tanítóként ábrázolása Arisztotelésznek, hogy a tanítványai tanítja, ez mind-mind az ábrázolás korát is jellemzi, és nincs hiteles képünk Arisztotelészről. Vagy egy másik hasonló példa, Newton, ő már abban a korban élt, ugye 1600-as évek vége, 1700-as évek eleje, amikortól már hiteles ábrázolásaink vannak, ez mindhárom hiteles ábrázolása Newtonnak, de mégis teljesen különböző stílusúak. A középső, az a fiatalkori, körülbelül így nézett ki, amikor a legnagyobb felfedezéseit a mechanikával kapcsolatba tette, ilyen egészen ilyen félig hippis kinézete volt, egy fiatal 30-as éveibe járó kutató volt. Jobb oldalt egy olyan ábrázolást láthatunk, amikor már az idős lordként van festményben megörökítve Newtonnak a kinézete, ez már egy tekintélyes politikai szerepet is vívő ember, ez pedig már
szintén ilyen görög, istenszerű, félistenszerű ábrázolása Newtonnak. Mikor mi volt a célja az ábrázolónak? Tehát ugyanarról a tudósról teljesen más portrék készülnek a szándékoknak, az ábrázolás korának, a stílusának megfelelően, és ennek megfelelően, amikor egy olyan írást olvasunk, hogy miért csinálták ezt vagy azt a tudósok, most nem szűken a szakmát, hanem a magánéleti dolgokat, meg politikai vonatkozásokat tekintve, hát akkor itt nagyon sokszor inkább a történetíró szándékát látjuk bemutatva, és nem mindig tudjuk, hogy mi volt valóban a kutatók fejében. A fizika történet nem objektív tudomány. Ezt nagyon fontos aláhúzni. Törekszünk a pártatlanságra, de nem fogjuk tudni elérni. Egy másik előadó, egy másik könyv más dolgokat fog kiemelni ugyanerről a területről. Amire mi fókuszálunk, az a tudományos eredményeknek a megértése, a személyes motivációkat, jellemeket kevésbé említjük, bár néha kénytelenek leszünk erről is szót ejteni. Mivel ez a tárgy főként mérnök hallgatóknak szól heti 3 órában, ezért csak a lényegre tudunk koncentrálni, és hát egy igazi tudománytörténész nagyon sok részletet hiányolna. És még az utolsó gondolat, itt a bevezetőnél, mi a fizika? Ennek a szónak a jelentése mi valójában? A fizika szó az ógörög természet szóból származik. Eredetileg minden érzékszerveinkkel megtapasztalható dolognak, a tudományának a gyűjtőneve volt a fizika. És az olyanok, mint hogy kémia, biológia, ezek csak később váltak külön. A fizika megmaradt egy szűkebb jelentésűnek, többnyire az élettelen dolgoknak a mozgásával, változásával kapcsolatos dolgokat tanulmányozza a fizika, de régebben lényegében bele lehetett érteni azt is, amit ma kémiának vagy biológiának nevezünk. A fizikától inkább az ókori gondolkozásban, amivel kezdünk majd, a metafizika gondolkozása áll ellentétben. A metafizika szó eredete fizikán túli, a természeten túli dolgoknak a tudománya, amit érzékszerveinkkel nem tudunk megtapasztalni, csak gondolatainkkal tudjuk megismerni ezeket, a természeten túli tudományokat. A szó eredete Arisztotelész egyik könyvének utólag ezt a címét adták, a természettudományos művek után, ez következett a sorba, és a metafizika, a fizika utáni könyveknek a leírása. Hát erre csak utalni fogunk a metafizikai dolgokkal való kapcsolatra a fél év során. Akit érdekelnek ezek, az a tárgy kötelező irodalmát, a Simonyi fizika kultúrtörténetét lapozgatva nagyon sok ilyen utalást is találhat. Köszönöm szépen, ezek voltak a fél év legelső bevezető alapgondolatai.